Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ahogy láthatjátok, ebben a videóban egy laptoppal fog foglalkozni. Eljutott hozzánk az Acer Nitro 5-ös sorozat egy olcsó példánya, ami egyértelmű gamer vonalaival szeretné felhívni magára a figyelmet, ám hogyha ránézünk a hardveres tulajdonságaira, akkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon milyen játékokra elegendő a gépben lévő 8. generációs i7-es processzor, illetve a GeForce MX150-es grafikus kártya. Derítsük ki! A Nitro 5-ös gépek dizájnja függetlenül attól, hogy milyen hardveres felszereltséggel vásárolod meg, nem különbözik. A formavilág mindegyiknél szögletes, markáns, színvilágban pedig tipikus fekete-piros gamer kombináció jellemzi őket. A hozzánk került modellnél matt, szálcsiszolt fémhatású fedlap köszön vissza, ám a Ryzen-es és a drágább Intel-es modelleknél karbon mintázattal is találkozhatunk. Alumíniumvázas és műanyagborítású gépről beszélhetünk, de a matt felületek mégis prémium megjelenést biztosítanak. A zsanírok meglehetősen stabilan tartják a kijelzőt a beállított pozícióban, ám szerencsére megerőltetnünk sem kell magunkat a kihajtáshoz. A magyar kiosztású membrános billentyűzet piros háttérvilágítást is kapott, amit hát el is várna a felhasználó, ha már gamer küllemű a gép. A WASD gombok itt is kiemelt szerepet kaptak a billentyűzeten, ezen felül az FN gomb és a nyilak, illetve a funkció billentyűk nyomásával állíthatjuk a hangerőt, a fényerőt, tilthatjuk le a touchpadet, vagy kibekapcsolhatjuk a háttérvilágítást, de a jobb oldalon multimédiás funkciókat is elérhetünk. A billentyűzet responszív és halk, igazából tök kellemes rajta gépelni. Szerencsére a touchpaddel sincsen probléma, méretre is megfelelő, illetve az Acer odafigyelt arra is, hogy a gesztusokról se kelljen lemondani, a két ujjas görgetés és a csípés is kiválóan működik, a bal és a jobb gombműveleteket pedig a felület felső részéből is elérhetjük, bár itt már erősebben kell nyomni. Kijelzőfronton az egész Nitro 5-ös családot 15,6 hüvely képátlójú és 1920x1080 pixel felbontású IPS panel jellemzi, esetenként a képfrissítési ráta lehet eltérő, ez jelen esetben 60 Hz. Használat során egyértelműen megmutatkozik az IPS előnye, bármilyen szögből nézhető a tartalom különösebb fényerőcsökkenés nélkül, illetve a színek és a kontraszt arány is sokkal jobbak, mint egy TN panelnél. Ráadásul, hogyha hozzácsapjuk a matt felületet, illetve a Dolby Audio Premium támogatottságot is élvező két hangszórót, akkor igazán jó multimédiás élményben lesz részünk, tehát zenehallgatása, illetve filmnézése is kiváló a gépezet. Portokat tekintve nincsen hiány, a jobb oldalon találjuk az áramforrás csatlakozóját, van két USB 2.0 és egy 3,5 mm-es combo jack interfészünk. A bal oldalon is lehet szemezgetni, van Ethernet, USB Type-C, HDMI, USB 3.0 portunk és egy SD kártya olvasó is. A külsőt és a minőséget szem előtt tartva szerintem a legtöbben elégedettek lehetnek eddig a Nitro 5-tel, de nézzük a teljesítményt. Ebben a modellben ugyebár egy 4 magos, 8. generációs Intel Core i7-8550U processzor, 8 GB DDR4 RAM és az integrált 620-as Intel grafikus gyorsítón kívül egy GeForce MX150 2 GB-os videókártya található. Az operációs rendszer a 120 GB-os Kingston SSD-n fut, de mellette van egy 1 TB-os Toshiba HDD is, amire azért elég sok minden elfér. Gamerkörökben megvan az MX150-ről alkotott vélemény, ám ahhoz képest, hogy milyen teljesítményre képes, különösen energiahatékony kártyáról beszélhetünk. A Geekbench 4 pontszámait a képernyőn láthatjátok, az elsők a CPU-ra, a második pedig a GPU-ra vonatkozik. Játékok tekintetében több címet is megnéztünk, hogy azok is képbe legyenek, akik nem ismerik a grafikus kártyát. Az egyszerűbb kompetitív játékok közé tartozik a Rocket League, ahol a maximális elérhető felbontás 1366x768 pixel. Kimaxolt részletesség mellett a játékban sosem ment 40 fps alá a számláló, mindig 40-60 között mozogtunk, ezzel már azért tök jól el lehet lenni, ám ha visszavesszük a grafikát high quality-ről quality-re, akkor már inkább 55-80 körüli fps-t lehetett látni.
A következő játék a Fortnite. Full HD felbontás mellett minimum részletességgel a játék nagyon stabilan 60 fölötti FPS értékeket mutatott, de az sem volt ritka, hogy 70 vagy 80 fölé ment a számláló, szóval a Fortnite-tal simán megbirkózik még az MX-150 is úgy, hogy a játék közben élvezhető. A PUBG-t szintén Full HD felbontás és minimális grafikai beállítások mellett játszottam, nem ez a világ legjobban optimalizált játéka, de szerencsére 40 alá egyszer sem esett a képkocka szám. Ha viszont lentebb adunk a felbontásból 1366x768 pixelre, akkor 60-70 FPS-sel is lehet játszani, ami azért már sokkal gördülékenyebb élményt nyújt, ha viszont nagyobb sebességgel autózunk vagy motorozunk, akkor hajlamos lemenni 50-60 FPS környékére is. A Chigónak szerencsére nincs túl nagy grafikai igénye, így Full HD felbontás és maximum grafika mellett is 60-80 közötti FPS számokat mérhettünk, a minimum itt 14 FPS volt. Mivel senki sem szeret kockáztatni, főleg kompetitív játékoknál, így megnéztem médium beállításokkal is. Itt már inkább 70-80 fölötti képkocka számokat láthattunk, ám füstben itt is lement 16 környékére. Két játékunk maradt már csak hátra, az első a Rise of Tomb Raider. Se magammal, se a géppel nem szeretnék kicseszni, így Full HD felbontást és minimum részletességet állítottam be. Az átlagos képkocka szám 41,9 FPS volt, ami egész jónak mondható, a minimum érték 10 FPS volt, a maximum pedig 108 FPS. Végül, de nem utolsó sorban megnéztük az Assassin's Creed Odyssey-t. Full HD felbontás és minimum részletesség mellett nagyon alacsonyan mozgott a mutató, alig mentünk 25 FPS fölé, a végén 23 FPS-t is mértünk átlagnak. Mivel szerencsére a felbontást mindig lehet lentebb venni, így kipróbáltam HD-ban is. Itt már jobb eredmény fogadott, átlagosan 38 FPS-ünk volt, a maximum pedig egészen 62 FPS-ig is felkúszott. Azt is láthattátok, hogy a processzornak, illetve az MX-150-es kártyának is megvannak a korlátai, de annak ellenére, hogy néhány játék igencsak megizzasztotta a gépet, számottevő melegedést nem tapasztaltam. A billentyűzet fölött azért volt hőfejlődés, de a billentyűzetnél mindig hűs volt a gép, tehát ez a játékélményt nem befolyásolja. Amennyiben nem végzünk rajta intenzív feladatokat, úgy a ventilátorok be sem kapcsolnak, terhelés alatt viszont egész hangosak is lehetnek. A Nitro 5-be egy 48 wattórás akkumulátort építettek, ezzel a gyártó 6 órás üzemidőt ígér. Hogyha böngészünk vagy filmeket nézünk, akkor ez gond nélkül kihozható belőle, ilyen 70%-os fényerővel, viszont játszani nem érdemes akkumulátorról, hiszen akár ilyen 1 órán belül is le tud merülni. A feltöltési idő az kb. 1 óra 50 perc. Összegezzünk! Az Acer Nitro 5 ezen példánya azok számára lehet jó választás, akik szeretik az e-féle gamer kialakítást és leginkább multimédiás felhasználásra vásárolnának gépet, de néha napján játszanának is egy kicsit. A gép hardverének korlátait érdemes szem előtt tartani, a nagyobb igényű címekkel már nyögvenyelősen küzd a gép, viszont a hűtés jó, a kijelző minőségi, kiválók a hangszórói és portokban sincsen hiány. Ha tetszik a dizájn, de mondjuk erősebb hardvert szeretnél, a Nitro 5 elérhető akár Ryzen 7 és Radeon RX 560X, vagy i7 8750H és GTX 1060 párossal is. Az MX-150-nel felszerelt Nitro 5 ára 270 ezer forint, hogyha szeretnéd esetleg megvásárolni, a videó leírásában megtalálod a linket. Köszönöm az Acernek és a Laptop Szalonnak a támogatást, nektek pedig a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomtok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Laci voltam, legyetek jók, sziasztok!